Sziasztok! Ma egy rendhagyó adás következik, illetve egy felvétel. Ugyanis az utóbbi időben elkezdtem az Airsoft fegyvereket kicsit jobban körbenézni, körbejárni a témát, és azt kell mondjam, hogy az utóbbi években óriási technológiai fejlődések voltak ezen a téren, és bizony felvetődött a kérdés, hogy ezeket az eszközöket mennyire lehet bevonni adott esetben az éles fegyveres tréningek támogatására. Nyilván aki lövészettel foglalkozik, azért az látja, hogy a 223-as lőszer sem olcsó, a paralőszer sem olcsó, hát alapvetően, hát aki nem fénymásolja a pénzt, annak azért viszonylag okozhat problémát bizonyos esetekben az előteremtése, de egyébként, mivel itt lehet is látni a fegyvereket, hogy gyakorlatilag megszólalásig hasonlítanak, nagyjából most már a kivitelezés, az anyagminőség is azért erősen betegszik az élessel az airsoft, illetve a súlyuk is majdnem, hogy megegyező. Így felvetődött az ötlet, hogy hát valamilyen szinten be kéne vonni ezeket az eszközöket a tréningezésekbe. Most megnézzünk pár olyan alapgyakorlatot, amik egyébként nem bonyolultak, hogy a két eszközzel nagyjából mennyire lehet őket párhuzamba állítani. Amikor azt mondtam, hogy próbáljuk párhuzamba állítani őket, nézzük először is csak annyira, hogy a kialakításuk. Tehát nagyjából minden ugyanott van az éles fegyveren, mint az airsoft fegyveren, ugyanúgy szerelhető, ugyanúgy lehet kiegészítőket rátenni, az irányzékokat ugyanúgy lehet rajta variálni, a váltámaszok ugyanúgy állíthatóak, tehát gyakorlatilag minden olyan dolgot meg lehet csinálni az airsofttal, technika terén persze, amit egyébként az éles fegyverrel. Tömegük is megközelítőleg hasonló, tehát ha valaki száraz gyakorlásra használja mondjuk a karabély verziót, akkor minden probléma mentesen, akár otthon egy garázsba, egy szobába, bárhol meg tudja oldani, teljesen balesetmentesen, viszont a fegyver tömege és kialakítása meg annyira hasonlít az éles fegyveréhez, hogy minden egyes mozdulatot be tud szárazolni, az izom memóriába be tudja égetni. Csak érdekességképpen, hogy mennyire méret és forma azonosak ezek az eszközök, gyakorlatilag itt van egy pisztoly, az a CZP-09-esnek a másolata. Gyakorlatilag olyan szinten megtörtént a kialakítás az eszköznek, hogy a CZ-nek a jelét ugye engedték rátenni. Ez bizony csak olyan eszközökkel játsszák el, akik egy bizonyos szint fölött tudnak terméket produkálni. Tehát gyakorlatilag ez ugyanez tapasztalható a karabélyoknál, a pisztolyoknál is, hogy van az a szintű technológia, amelyik gyakorlatilag olyan szinten lemásolja az eredetit, hogy még a gyártó cég is engedi a logókat rátenni. Amire viszont mindenképpen felhívnám a figyelmet, hogy ezt tartsuk szem előtt, hogy amikor begyakorlunk egy mozdulatsort airsoft fegyverrel, ugye itt azért bármennyire is van ugyan a szánszerkezetnek bizonyos mozgása, akkor sem lesz akkora hátralökő erő, mint egy éles fegyverben, de a mozdulatokat ugye tökéletesen be tudjuk gyakorolni vele, illetve ugye az airsoft fegyvereknél van egy kontrolllövés, ugye gyakorlatilag a táblán ott lesz a luk, és egyébként meglepően pontosak ezek az eszközök, tehát nagyjából ott lesz a luk, ahogy egyébként terveztük, ha jól csináljuk, de amikor visszaállunk majd éles fegyverre, akkor mindenféleképpen pár kontrolllövést azért kell tenni. És itt már megint lesz egy kis eltérés árban, tehát nem mindegy, hogy valaki 2-3 vagy 4-5 lövést ad le az élessel, és utána már teljesen visszáll a kezébe az a megfelelő mozgás sorozat, ami egyébként kell, vagy elő 50-60-100 lövést, mire nagyjából képbe kerül a fegyverrel. És itt már megint csak egy olyan spórolási lehetőség merül föl, amit azért azt gondolom érdemes kihasználni. Mielőtt belekezdenénk a lövöldözésbe, egy dologról mindenképpen még szót kell ejteni. A biztonság kérdése. Ugye az éles fegyverek esetében ugye alapból mindenki úgy kezeli elméletileg, ahogy kellene. Az airsoft fegyvereknél, hogyha egy kicsit is lazábban kezeljük ezt a kérdést, mint ahogy kellene, azért tudunk bajt okozni. Nyilván emberélet kioltására mondjuk úgy, hogy alkalmatlan. Nyilván, hogyha szétverjük a fejét vele valakinek, akkor azért tudunk eredményesek lenni ez ügyben is. De alapvetően ugye ez a fegyver fő funkciója nem ez. Viszont ezeket a kis 6 mm-es BB golyókat hát elég gyorsan és nagy erővel lövi ki. Tehát szemüveg az nagyon fontos, hogy legyen rajtunk. Illetve amikor rálövünk valamire, azért nem baj, hogyha nem egy kemény tárgyra lövünk. Tehát amikor gyakorlunk vele, akkor általában
érdemes papírcélokat használni, ugyanis nagyon gyorsan vissza tud jönni, és akár még Gellerből visszaérkező golyó is eléggé meg tudja csípni a felhasználót. Illetve amikor ezeket használjuk, tehát bárhol is, akár kertbe, akár szobába, vagy bárhol, azért mindig járjuk körbe ezt a kérdést, hogy nem okozunk-e ezzel bárkinek olyan problémát, amit nem szeretnénk, főleg esetleg egy kerti parti végén bekövetkező lövöldözésre gondolván, hogy a szomszédban nem lövöldözünk át félrészegen, tehát azért ezeket azért helyén kell kezelni mindenféleképpen, illetve ami még nagyon fontos, a szállítása. Tehát amikor ezeket az eszközöket szállítjuk, akkor ugyanúgy, mint az éles fegyvereket, ugye a golyókat ki kell belőle szedni, mert golyó van benne, tehát hogy kiszedjük belőle, eltesszük külön. Lehet kapni már ugye ezeket a tárolókat, szállító dolgokat. Nem feltétlenül kell ennek így ebben elfoglalni a helyét, akár az eredeti gyári dobozába is, ha visszarakja az ember és úgy rakja be a kocsi csomagtartójába, tehát különösebben ezzel így problémát nem fog okozni. Viszont mivel ugye látjátok, hogy mocskos módon hasonlít az éles fegyverre, és gyakorlatilag még a szakavatott szem sem biztos, hogy elsőre el tudja dönteni villámgyorsan, hogy most éles vagy nem éles. Tehát azt azért úgy kerüljük el, hogy a lépcsőházba a hátunkra veszük és úgy sétálunk le a parkolóba, és akkor így próbáljuk elhelyezni a kocsiban. Tehát a szállításra is mindenképpen figyeljünk oda. De azt gondolom, hogy ha ezeket az alap dolgokat betartjuk és odafigyelünk rá, akkor egy nagyon hasznos kis eszköz lehet a tréningezésben, illetve akár a szabadidő hasznos eltöltésében. De akkor most kezdjünk el lövöldözni. Első körben az Airsoft-tal bizonyos gyakorlatokat, és utána közvetlenül ráerősítünk az éles fegyverrel. Hogy mire lőjünk? Hát ilyen szabvány IDPA lőlapokat találtam, ezzel jól látszik a luk, semmi nem pattam vissza. Ugye a 223-as nem hinném, hogy visszajönne a papírlapról, de a golyók esetleg, hogyha a tábla szélét találjuk, akkor esetleg visszapottalhat, de egyébként a szemüveg pedig ott lesz rajtunk. Tehát innentől kezdve mondjuk, hogy mi bajunk lehet, vágjunk bele. Helye közel működik, ugye most van egy kis szél, egyelőre nem vitt el, kicsit hátrább megyünk, és akkor megpróbáljuk onnan is. Az adott célterületen belül van, a mozgásformát lehet vele gyakorolni, azt gondolom a célnak tökéletesen megfelel. Nagyjából működik, kicsit hátrább megyünk. És itt a lényeg, hogy nem mindegy, hogy ezt a mozdulatsort mennyiből gyakoroljuk be. Nyilván, amit említettem, a kontrollövés az éles fegyverrel az mindenféleképpen kell, mielőtt nekiállunk vele érdemben dolgozni, de az Airsoft-tal tökéletesen alá fogunk dolgozni. Jó, megnéztük, tehát a pisztoly nagyjából működik. Nézzük akkor a karabély verziót. Csak simán rámeljük egy-egy lövés. Nézzük meg most akkor a nagy tesóval. Működik ezzel is. Hát azt gondolom, hogy az Airsoft-tal ugyanolyan hasznosan lehet a mozgást fejleszteni,
mint élessel, csak gyakorlatilag töredék áron. Akkor ültessük át élesbe. Jó, most egy picit megint váltunk. Egy-egy lövés a karabéllyal, és egy-egy lövés a pisztollyal. Úgy tűnik, hogy gyakorlatilag a mozgásforma az teljesen ugyanaz, annyi, hogy számolni kell azzal, hogy az éles fegyvernek egy picit nagyobb a hátraható ereje, ha ezt be tudja kalkulálni a lövő, akkor tökéletesen alá tud dolgozni az airsofttal. Lövészet, illetve airsoftozás végére. Ugye lehetett látni, hogy azért lehet ezt az eszközt komoly dolgokra is használni, és lehet szórakozni is vele, lehet játszani. Én azt gondolom egyébként, hogy ha valaki az airsoftokkal elkezd foglalkozni, és megtanulja a biztonsági rendszabályokat, illetve azokat a fogásokat, amik elengedhetetlenül szükségesek a balesetmentes fegyverkezeléshez, akkor később már éles fegyverrel nem lesz problémája. Én arra gondolok, hogy ezeket az airsoft fegyvereket valamilyen formában mindenképpen érdemes lenne bevonni a tréningezésbe. Nyilván, tehát ott aki esetleg a fegyvert valamilyen hiány pótlására akarja használni, akkor az airsoftot felejtse is el. Tehát ott akkor, ha valamit növelni akar, ugye szokták mondani, hogy ha kicsi a pöcsöt, tód meg egy M4-essel, alapvetően tehát ott ebben a szektorban az airsoft az felejtős, mert az ledegradálja magát a felhasználó, tehát ott mindenképpen éles fegyver kell. De egyébként, aki szeretne egy kicsit fejlődni, és próbálja az árérték arányt valamilyen szinten úgy tartani, hogy az egészséges legyen, ott azt gondolom, hogy airsoft fegyverrel van keresnivalónk. Ugye láttátok, hogy nagyjából
a mozgás koordinációs gyakorlatoknál tökéletesen működik az airsoft, jól rá lehet vele dolgozni az éles fegyverre, és itt nem is feltétlenül csak a pénzösszeg az, ami esetleg kimél, meg kímélésre kerül, hanem ugye ki kell menni a lőtérre, helyet kell foglalni a lőtéren, amikor ott valaki elkezdene edzeni éles fegyverrel, már topognak a háta mögött, hogy akkor mikor végez már. Tehát hogy ez egy, több minden, tehát itt nem is feltétlenül csak a lőszer ára, vagy a felszerelés ára az, ami esetleg spórolásra kerülhet, hanem minden más olyan egyéb is, amiben egyébként nagyjából a felhasználó bele se gondol. Úgyhogy ha valaki úgy dönt, hogy belevág az airsoftozásba, akkor sok sikert hozzá, jó tréningezést és jó játszást. Sziasztok!